Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Május 1-e van, a Fülöpök és a Jakabok ünneplik névnapjukat. A munka ünnepe van, az ortodox híveknek pedig nagy szombat. 17 éve Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. 1866-ban ezen a napon bocsátották ki az első bélyeget Szerbiában. Érkezzenek műsorunk elején a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. A munka ünnepe van, sokan majálisoznak Palicson. Elkezdték a Fruskagorát átszelő autóút építését, 3 év alatt kész is lehet. Holnap ünneplik az ortodox hívek a húsvétot, keddig állami ünnep van Szerbiában. Tovább csökken a koronavírus fertőzöttek száma, 1374 új beteg egy nap alatt. Körtös kalács, éttermek, állatkert és vidám park. Ezek várják a Palicsra látogatókat majáliskor. Tavaly a koronavírus járvány miatt üres volt a sétány és a park. Idén viszont újra megtelt emberekkel a fürdőváros. A szervezett programok ugyan elmaradtak, de ez a hangulatot nem befolyásolta. A járványügyi helyzetre való tekintettel idén szerényebb körülmények között szervezték meg a palicsi majálist. Ennek ellenére azonban már a délelőtti órákban nagyon sokan látogattak ki a palicsi tóhoz. Játszótéren hintázó gyerekek, piknikező családok, sétáló párok. Sokan töltötték a majálist a palicsi tó partján. A hagyományos nagyszabású majálisi vásár és vidámpark idén is elmaradt Palicson. Szuveníreket, fagyit és kürtös kalácsot viszont vásárolhatnak a látogatók. Az idén, hál' Istennek, akkora rendezvény nincs, mint az előző években, de hát mégis történik valami. Úgy látom, elég szépen szaporodnak az emberek, jönnek, és hát remélem, hogy most tudunk dolgozni az idén egy keveset. A szokásos nagy vidámpark helyett most két kisebb várja az érdeklődőket, ahol a gyerekeket egy kis hullámvasút és körhinta várja, de akár dodzsemezni is lehet. Néhányan négykerekű biciklivel járták körbe a parkot, de vízi biciklit is bérelhetünk. Akik a tavat szeretnék körbejárni, ők sétahajóval tehetik ezt meg, vagy gyalog. Vajdaság egész területéről érkeztek turisták Palicsra, egyesek a családdal, mások barátokkal jöttek el kikapcsolódni a szombat délelőtti napos időben. Szeretünk itt, minden van, szeretünk ide eljönni, sétálni. Szeressük ezt a Lunaparkot, Palicsot. Most a délelőtt folyamán kijöttünk ide a palicsi tóra, egy kicsit a barátainkkal, aztán délután majd otthon fogunk sütkérezni erre, arra este pedig egy kisebb bulival majd zárjuk a napot. Palics vasárnap is várja a majálisozókat. Az állatkert hosszabbított nyitvatartással működik egészen este 8 óráig. Most pedig kapcsolunk a helyszínre. Palicson van Dóró Alen kollégám. Szia, még mindig sokan vannak kint. Szia, Gertrud, üdvözlöm a tévénézőket. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, attól függetlenül, ugye, ahogy az a riportban is elhangzott, hogy idén tavalyhoz hasonlóan nincs szervezett majális. Azonban annyi különbség van, hogy tavaly még karantén volt, senki sem jöhetett ki otthonról. Idén azonban mindenki kilátogathat ide Palicsra, akinek kedve van, és hát jó az idő ahhoz képest, hogy ugye az előző napokban még inkább télies időjárás volt, 10 fok körüli hőmérsékletekkel. Jelenleg Palicson most is 26 fok van, úgyhogy kellemes az idő, csapadékra nem kell számítani a későbbi órákban sem. Úgyhogy aki most nézi műsorunkat és kedvet kap ahhoz, hogy kilátogasson ide Palicsra, akár egy fagyira, illetve egy hűsítő üdítőre, az nyugodtan látogasson el ide. A kirakodó vására, ami egyébként jellemezni szokta még a palicsi majálista, az ugye nincs, azonban enni, inni mindenki tud, illetve egy jót sétálni, és ami még érdekes, a sétahajókázás is itt a palicsi tavon. Itt is jelenleg sorban állnak, várakoznak arra, hogy mikor tér vissza a hajó. Kettő ilyen hajó is van, amelyik egy fél órás kört tesz itt a mögöttem látható tavon, és ugye elhangzott a riportban az, hogy vannak jelenleg is vidámparkok, igaz, nem olyan nagyok, mint a korábbi években szokott, azonban mögöttem talán, hogyha az operatőr kollégám meg tudja mutatni, most is működik a kalapács
Kovács, illetve az egyik nagyobb körhinta, úgyhogy akinek kedve támad és szereti az ilyen szórakozási lehetőséget, az nyugodtan jöjjön el. Nem olyan nagy a Vidán Park, mint szokott korábban, de ez a kettő látványosság, illetve szórakoztatási eszköz üzemel. Úgyhogy, ahogy mondtam, jó idő van most Palicson, és aki esetleg már a későbbi órákban nem akarna ma ide eljönni, annak van még egy jó hírem. Holnapra is nagyon jó időt jósolnak a meteorológusok, úgyhogy bátran ki lehet jönni még vasárnap is ide Palicsra. Dóró Alem Palicsról, köszönjük szépen! Palics az ország egyik legvonzóbb idegenforgalmi célpontja lesz, ezt írja a Facebook bejegyzésében dr. Pásztor Bálint. A Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke szerint a fürdővárosnak újra méltónak kell lennie régi nagy híréhez. Ehhez nem elég újabb tartalmakat biztosítani, az elődeink által létrehozott értékeket is meg kell becsülni, karban kell tartani, fűzte hozzá a VMS-es politikus. A munka ünnepe van. Idén a koronavírus járvány miatt nem szerveztek tüntetéseket a szakszervezetek, képviselőik azonban felhívták a figyelmet a dolgozók problémáira. A többi között jobb munkakörülményeket és magasabb béreket szeretnének. Darija Kiszics-Tepavcsevics munkaügyi miniszter szerint a járvány alatt fő céljuk a munkahelyteremtés volt. Mint kiemelte, jelentőssé vált az otthonról való munka, de kérdés, hogy ezzel mi lesz, amikor lecseng majd a pandémia. Megkezdődött a Fruskagorai autóút építése, a szakasz Rumát és Újvidéket köti majd össze. A közlekedési folyosóval megoldódhat a teherautók áthaladásának problémája is. Ez egyébként Szerbia egyik legforgalmasabb útja. Naponta átlagosan 10-12 ezer jármű halad át ezen a szakaszon. Ezzel a fúrással kezdték meg a Fruskagorai korridor építését. A közlekedési folyosó Újvidéktől Rumáig csak nem 50 kilométeren húzódik majd, és összeköti a Síd és Szabadka felé vezető autóutakat. Itt építik ki Szerbia leghosszabb 3,5 kilométeres alagútját, továbbá még egy Duna hidat, amely 1,8 kilométer hosszú lesz. Az utat 4 sávosra tervezik, leállósáv nélkül. Chen Bo kínai nagykövet szerint a közlekedési folyosó egy jelentős projekt Vajdaság és egész Szerbia számára. A projekt kivitelezője a kínai CRBC vállalat. Kineska kompania CRBC je prva kineska kompania koja je u oblasti infrastrukture došla na tržište Srbije. Od Pupinovog mosta do autoputa Miloš Veliki. Pa sve do danas dugo i uspešno sarađuje sa srpskim partnerima. A beruházás összértéke 606 millió euró. A tervek szerint a munkálatok 3 év múlva fejeződnek be. Bićete spojeni i čitava južna Bačka sa Sremskim okrugom, sa srcem Sremskog okruga, ali istovremeno i sa Mačvom. I biti na koridoru koji od Rumunije vas vodi i ka Hrvatskoj, i ka Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ovo će u mnogome da olakša život ljudima, da olakša kamionski prevoz, transport, da omogući brži prevoz, da omogući jednom rečju lakši, lepši, bolji i udobniji život za ljude. Az eseményen jelen volt mások mellett Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, és Ana Brnabić, szerb miniszterelnök is. A VMS-nek eddig is magas fokú prioritása volt az úthálózat fejlesztésének az ügye, és az is marad, írja Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Facebook oldalán a Fruskagorai autóút építése kapcsán. Mint fogalmaz, az új közlekedési folyosónak köszönhetően biztonságosabb és gyorsabb lesz a közlekedés, és összeköti majd Újvidéket Szerémséggel, Vajdaságot Nyugat-Szerbiával, és növeli Vajdaság tőkevonzó erejét is, aminek köszönhetően javítja majd a lakosok életminőségét. Mint azt a VMS elnöke hangsúlyozta, egy gigantikus beruházásról van szó, amely kihívás elé állítja a hazai és a külföldi kivitelezőket is. Pásztor kiemelte, öröm ez mindannyiunknak, de nem vonhatja el a figyelmünket a már létező úthálózatunk javításának, karbantartásának fontosságáról, beleértve a mezőutakat is.
Szerbiában megnövekedett a forgalom a kiránduló helyekhez vezető utakon, ami akár forgalmi dugót, lassúbb haladást is eredményezhet, tájékoztatott a Szerbiai Automotoros Szövetség. Óvatos közlekedésre intenek a megélénkült forgalom miatt, illetve mivel több regionális utat is javítanak. Súlyos közlekedési baleset történt a reggeli órákban Visnyevác és Csantavér között. Egy 27 éves sofőr komoly sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenség akkor következett be, amikor a vezető elveszítette az uralmát a jármű felett, mivel a megengedettnél nagyobb sebességgel haladt. Az autó lerepült az útról, és egy oszlopnak ütközött, majd felborult. A sofőrt a Szabadkai Közkórházban kezelik. A Szerbiába belépő oldalon alakult csak ki kisebb fennakadás a délelőtti órákban a Horgos-Röszke autópálya határátkelőnél. Elsősorban azok léptek át, akik csak átutazóban vannak. Többen éltek az oltás igazolás adta lehetőséggel, hogy korlátozások nélkül léphetik át a szerb-magyar határt. Délelőtt a Szerbiába belépő oldalon volt csak egy kisebb torlódás, azonban a sorok gyorsan haladtak, ott jártunkkor 4 kapu is nyitva állt. Többen azért is keltek nyugodt szívvel útra, mert a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát felvették. Nagyon jól sikerült, mióta várakozunk. Szerintem 3 perc volt a magyar oldal, itt pedig talán 5-10 perc. A szélső sorban jövünk, azt írták, hogy ez a jó. Topolyára tartunk. Hallottak-e arról, hogy most már átléphető a határ, hogyha oltási igazolásuk van, illetve igényben veszik-e ezt a lehetőséget? Igen, hallottunk, és ezért is jövünk. Attól függően, hogy melyik sor milyen gyorsan haladt, szűk 1 óra alatt át lehetett lépni a határt Szerbia irányába. Merre felé tartanak? Adára. Hogy elisozni mennek? Nem, csak így a családot meglátogassuk. Hallottak-e arról a lehetőségről, hogy átléphető a szerb-magyar határ, hogyha mindkét oltást fölvették, élnek ezzel a lehetőséggel? Hallottunk róla, de nem szeretnénk magunkat beoltatni egyenlőre. A Szerbiába belépő oldalon főképp külföldi rendszámú gépjárművek sorakoztak, akik csak átutazóban vannak. Néhányan azonban a munka miatt Magyarországról csak ma tudtak elindulni családjukhoz. Összvisz, mit tudom, fél órát, 45 perce várakozunk. Szegedről megyünk Törökkanizsára, a szüleimhez. A Horgos-Röszke autópálya határátkelő helynél a kilépő oldalon szinte nem is alakult ki nagyobb forgalom, hiszen itt jártunkkor 2 sorban is engedték a határátlépőket, így nem alakult ki nagyobb torlódás. A határhelyzet percről percre változhat, ezért érdemes az aktuális helyzetről tájékozódni az erre vonatkozó csoportokban, alkalmazásokban. Nagy szombat van a Julianus naptár szerint, az ortodox hívők Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. A hagyomány szerint este véget ér a készülődés a legnagyobb keresztény ünnepre. Ezen a napon a hagyomány szerint nem szabad fizikai munkát végezni. A torontálvásárhelyi Xenia Simsic fontosnak tartja, hogy mi kerül az asztalra, milyen menü, amikor a család együtt van húsvét napján. Az előkészületek pedig ugyanúgy fontos részei az ünnepnek. Farbajú se uskršnja jaja, tog dana postimo, kuva se pasulj, peče se riba, kokaju se kokice, prave se kifle, posne, to je najbitnije. I kažem, farbamo uskršnja jaja, pripremamo se za naš veliki praznik. Mi smo ofarbali ove godine 180 jaja u kućani. Zatim prelazimo... To je što se tiče velikog petka. Znači, petkom samo farbamo jaja, ništa drugo što se tiče uskrsa. Sutra dan, na veliku subotu, krećemo dalje. Priprema se svečani ručak. Kuva se supa, pravimo sarmu, prave se kolači i najbitnije peče se pečenica na ražnju. Ove godine će to biti jedno lepo jagnje. A húsvétre való felkészülés csak nem 2 hónappal korábban kezdődött, amikor elkezdtek a hívek böjtölni. Na sam dan uskrsa svi zajedno porodično odlazimo na u crkvu gde se nose uskršnja jaja da se osveštaju. Uvek
se ofarba veliki broj jaja i također se veliki broj jaja i podeli među vernicima i kogo želi dobije, naravno, daruju se jaja. Sam praznik se dočekuje svečano, sam gdje je upriličen svečani ručak. Húsvét napján nagyon sokan ellátogatnak a templomba, mondta Igor Karánovics, torontálvásárhelyi ortodox pap. U našem hramu će biti svečano i torženstveno oslužena praznična vaskršnja sveta liturgija, svakako s prisustvom dečice i velikog broja pravoslavnih vernika, debeljače i okoline. I svih dana Vaskrsa također su sveta bogosluženja u našem hramu redovna. I eto, ako Bog da, svim pravoslavnim hrišćanima koji proslavljaju najveći hrišćanski praznik, želimo od Gospoda svako dobro, uz sve radosni pozdrav, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Az ortodox hívők holnap ünneplik a húsvétot. Szerbiában emiatt és május 1-e miatt is munkaszüneti nap van ma, és lesz holnap hétfőn és kedden is. A húsvét szelleme folyamatosan arra ösztönöz bennünket, hogy teljes szívvel és elkötelezetten dolgozzunk Szerbia és a szerb pravoszláv egyház fejlődésén, áll Alekszandar Vučić szerb elnök húsvéti köszöntőjében. Porfirije szerb pátriárkának, a papoknak és szerzeteseknek, valamint a Julianus naptár szerint húsvétot ünneplő ortodox híveknek címzett üzenetében kiemeli, a feltámadás öröme adjon ihletet arra, hogy a különböző kihívások és nehézségek idején mindig a helyes választ adhassuk, tanúsítva, hogy Stefan Nemanja, Szent Száva és a szerb nép összes többi szentjének méltó leszármazottjai vagyunk, írja köszöntőjében Alekszandar Vučić. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Magyarország újra nyitott, a védettek számára több szolgáltatás is elérhető mától. Nyári meleg várható május első napjaiban. Javulni látszik a járványhelyzet Szerbiában, legalábbis ezt mutatják az elmúlt 24 óra adatai. A hivatalos források szerint egy nap alatt 1374 újabb koronavírussal fertőzött szemét azonosítottak, ez pedig a tegnapi adatokhoz képest 239-el kevesebb. A kórral szembeni küzdelmet 24 ember veszítette el. Kórházban több mint 4,500 embert kezelnek, lélegeztetőgépre 160-an szorulnak. Majáliskor is folyt az oltás a Kishegyesi Egészségházban. A Sinopharm, a Sputnik V és a Pfizer első, illetve második adagjára érkeztek az oltakozni vágyók, sőt azok is jöhettek, akik előzetesen nem jelentkeztek be az e-uprava portálon. Az oltakozók között egyre több a fiatal. A külföldön élő szeretteit látogatná meg a Kishegyesi Kovács Valéria, és magát is megóvna a fertőzéstől. A szomszédjaimban már voltak betegek, és akkor láttam, hogy mennyire betegek. A komasszonyom is, meg többen, úgyhogy infúzióra szorultak, még volt, aki kórházba is volt, egy naposan igaz, de ők mondták, hogy hát tényleg ott olyan, mint a pokol, hogy nagyon veszélyes, és akkor így én is elszántam magamat, hogy meg hát védjem a gyerekeimet is, meg a környezetemet is. Előzetes bejelentkezés nélkül vehette fel az orosz Sputnik V vakcina első dózisát a Bács-Fekete-hegyi Káta orosz. Potrebno mi je. Nisam ja pametni od pametni. Ono, ako hiljade hiljade ljudi primaju, zašto ne bi ja? Az újvidéki 28 éves Negoszláv Szovics majáliskor Kishegyesre utazott, hogy felvehesse családjával a védőoltás második dózisát. Mislim da bi da veći deo populacije treba se izvakciniše da bi se smanjila da kažem ta zaraznost samog virusa i da se ne bi širilo dalje, a između ostalog i da kažem zbog svog zdravlja u slučaju da se razbolim, znači bit će lakša klinička slika. Az állami ünnepeken, nagypénteken és május 1-én is várták az oltakozni vágyókat a Kishegyesi Egészségházba. A szombati revakcinálás a Pfizer vakcinával történt, sőt, olyanok is jöhettek, akik előzőleg nem regisztráltak. Ők többségében orosz vakcinát kaptak. Kad smo krenuli sa vakcinacijom, prvo je bila zainteresovanost starijih ljudi, najveća zainteresovanost je bila starijih ljudi, međutim, sada, kako prosto vreme odmiče i kako proces vakcinacije uspešno teče, javljaju nam se sve mlađi ljudi.
E sad, da li je to uslovljeno generalno željom za putovanjem ili strahom od infekcije ili željom za samovakcinacijom, još uvek ne znam šta je tačno uzrok, ali sad trenutno, kako se zove, recimo od 20. do 80. godine građani su zainteresovani za vakcinaciju. Kishegyes községben csak nem 2500 lakos már felvette az oltás első adagját, mintegy 1800-an pedig mindkét dózissal beoltatták magukat. Ez a község lakosságának mintegy 30%-a. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon! euprava.gov.rs Legyen újra régi az élet. Regisztráljon még ma az Eupraván. De megteheti a 0800-222-334-es telefonszámon reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. Magyarországon 1951 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, és elhunyt 161, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban valamennyivel több mint 5000 beteget ápolnak, közülük 621-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma már több mint 4.023.000, közülük csak nem 1.950.000-en már a második oltást is megkapták. A tegnapi bejelentésekkel összhangban mától újabb enyhítések léptek életbe Magyarországon. Módosult a kijárási tilalom, éjfélig kell hazaérni, és a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára és a velük érkező kiskorúaknak megnyíltak bizonyos helyek. Ezek az enyhítések annak köszönhetőek, hogy meglett a 4 millió beoltott az országban. Itt azonban nincs megállás, cél az 5 millió beoltott magyar ember, közölte Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában. A magyar miniszterelnök a vakcina felvételének fontosságát hangsúlyozta. Az elmúlt két hétben sikerült Magyarországnak beoltani a több mint 1 millió embert. Ez fantasztikus teljesítmény, köszönet az ápolónőknek, orvosoknak, házi orvosoknak és mindenkinek, aki technikailag segítette az akció sikerét. A miniszterekkel azért jöttünk ma össze, hogy a következő időszak céljait kitűzzük. A cél nem kevesebb, mint az 5, azaz 5 millió beoltott magyar ember. Vakcina van, beoltani képesek vagyunk mindenkit, csak azon múlik a siker, hogy önök jelentkeznek-e. Az oltás életet ment. Ne hallgassanak az oltás ellenes hangokra, védjék meg saját magukat, családjukat, hozzátartozóikat. Érjük el az 5 millió beoltottat minél hamarabb. A villanó fény elnevezésű horvát katonai művelet 26. évfordulója van. Amikor mindössze 36 óra leforgása alatt a horvát hadsereg 15.000 szerbet űzött ki Nyugat-Szlavóniából, és megölt 283-at. A horvát fegyveres erők több mint 16.000 tagja vonult fel május 1-én a nyugat-szlavóniai szerbek, mintegy 15.000 civil és 4.000 katona ellen. A Veritas Dokumentációs és Információs Központ arra emlékeztet, hogy Nyugat-Szlavónia ekkor ENSZ védelem alatt állt. Az ENSZ védelmi erőit, írja Veritas, a horvát tábornokok időben figyelmeztették, ezért biztonságos helyekre vonultak, védenceiket az agresszorok kegyelmére bízva. Pap Éva két regényét mutatták be Oromon. A szegedi írónő több szállal is kötődik Vajdasághoz. Tavaly jelent meg az is Újra fel kell a nap című szerelmes regénye, amely Szabadkán játszódik a II. Világháború környékén. Áprilisban újabb kötet jelent meg az írónő tollából, mielőtt lemegy a nap címmel. A történet cselekményének Szarajevó a helyszíne. A második kötet is történelmi vonatkozású, ez a II. Világháború utáni időszakban játszódik, de valójában egy napjainkban élő idős férfinek a visszaemlékezése azokra az időszakokra, és ahogy belemélyedtem itt is a történelembe, rájöttem, hogy az 50-es évek nem is olyan szürke és unalmas, mint amilyennek gondoltam, és úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült elcsípni azokat a hangulatokat, hogy színesen tudtam ábrázolni az akkori történéseket, vagy az embereknek az életét, életmódját.
És most az időjárásról. Nyári meleg várható május első napjaiban, helyenként mennydörgésre, csapadékra is számíthatunk. Szerbiában a hétvégén 7-10 fokkal melegebb lesz, mint ilyenkor szokásos. Váltakozik majd a napos és a felhős időjárás, a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 30 fokot is. Vajdaságban is melegre és változóan felhős égboltra, helyenként záporra számíthatunk. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőre lehűl a levegő, már csak 18 fokot mutat majd a hőmérő higanyszála. Mától szurkolók is mehetnek a magyarországi sporteseményekre, de csak azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Rajtuk kívül a kiskorúak számára is engedélyezett a mérkőzések látogatása. A házigazda klubok számára azonban fenntartják a lehetőséget, hogy saját maguk döntsék el, hogy nézők előtt szeretnének-e játszani, vagy sem. A Ferencváros labdarúgó csapata hivatalos honlapján közölte, hogy a Mezőkövesd elleni ma esti bajnokira a belépés 18 év felett. Kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek lehetséges. Korlátozott számban, de érkezhetnek nézők az első osztályú férfi kosárlabda bajnokság szombati mérkőzéseire, tehát az elődöntő első összecsapásaira is. Így módon a Falco KC Szombathely, Szedeák, valamint a Szolnoki Olaj Deac találkozót sem üres teremben játsszák. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. A munka ünnepe van, sokan majálisoznak Palicson. Elkezdték a Fruskagorát átszelő autóút építését, 3 év alatt kész is lehet. Holnap ünneplik az ortodox hívek a húsvétot, keddig állami ünnep van Szerbiában. Tovább csökken a koronavírus fertőzöttek száma, 1374 új beteg egy nap alatt. Köszönjük figyelmüket, a pannonrtv.com-on további híreket és információkat találnak, de riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Vigyázzanak magukra, és ha tehetik, vegyék fel önök is a koronavírus elleni oltást. A 8-as híradónkat követően egy igazi magyar sikerfilmet láthatnak nálunk, a Lizza, a Róka tündér. 8:30-kor kezdődik. Szép estét kívánok!